Quando achar tal coisa. Üdvözlök mindenkit, Radvány Zoltán vagyok, és a Morgan Study Kredita nevű csoportjában dolgozom. Tehát a Real Time Marketing nevű csoportban dolgozom. A Morgan Study egy globális befektetési bank, amelyik jelentős mennyiségű tőzsdei kereskedést hajt végre a világ különböző tőzsdein, és ahhoz, hogy általában kereskedni tudjunk, ahhoz a tőzsdék valós időben üzeneteket küldenek a tőzsdén folyó folyamatokról, változásokról azoknak a cégeknek, akik előfizetnek ezekre az adatokra. Ezek az adatok teszik ki a valós idejű piaci adatokat, tehát a real-time market data-t. Mit kódolnak ezekbe az adatokba? Elég sok mindent, én most csak a legfontosabbról fogok beszélni, ez pedig az order book. Ugye minden részvénytőzsde esetében minden egyes részvényhez tartozik egy úgynevezett order book, vagyis ajánlati könyv magyarul, ami az adott részvényre beérkező eladási és vételi ajánlatoknak a gyűjteménye. Az ábrán látható táblázat példa lehet a Facebook részvények order bookjának egy lehetséges állapotára, aminek a legfelső sora azt jelenti, hogy a legjobb, tehát a legalacsonyabb eladási ár jelen pillanatban $30, és összesen 25-öt kínálnak ezen az áron, míg a legjobb vételi ajánlat, tehát a legmagasabb áru vételi ajánlat $29 van, és összesen 10 darabot lennének hajlandóak fizetni ezen az árszinten. Na most ezek a market data üzenetek, ezek a tőzsdék által meghatározott üzenetformátumban vannak kódolva, és egy olyan kereskedési cégen belül, mint például a Morgan Stanley, tipikusan működik egy feed handlernek nevezett szoftver, vagy szoftver együttes, ami tartja a kapcsolatot a tőzsdével, és az a fő feladata, hogy a bejövő jeles adatokból kinyerje a hasznos információt, és belső üzenetformátumot használva ezeket a kinyert adatokat egy belső üzenetelosztó hálózaton keresztül eljutassa a kereskedőkig, illetve a kereskedési algoritmusokig. Most az a csapat, amelyben én dolgozom, ilyen feed handlerek fejlesztéséért és karbantartásáért felelős. A market data-nál nagyon fontos beszélni a késleltetésről. Ugye késleltetés az az idő, amíg az adat eljut a tőzsdétől a kereskedőkig. Minél kisebb ez a késleltetés, annál jobb, mert annál hamarabb tudunk reagálni egy adott piaci eseményre. A késleltetésnek két összetevője van, ugye egy külső hálózati késleltetés és egy belső hálózati késleltetés, és ezen belül mi specifikusan ugye a feed handlereken belüli feldolgozási késleltetésért felelünk. És ezekkel szemben manapság olyan követelmények vannak, hogy az egy másodperc alatt bejövő üzeneteknek az 50%-át, olyan 50 mikroszekundum alatt, 90%-át olyan 300 mikroszekundum alatt, és még a 99%-ukat is lehetőleg 1 millisekundum alatt dolgozzuk föl. Mindezt olyan körülmények között, hogy Európában van olyan tőzsde, a Eurex-nek nevezett derivatív tőzsde, Németországban, amelyen nem ritka az, hogy a forgalom fölmegy 100 000 message per szekundumra, és ugyanez Amerikában akár elérheti a 3 millió message per szekundumot is, tehát itt olyan 100 megabittől több mint 2 gigabit per szekundumos forgalmakról beszélünk. Most néhány információ a feed handlerekről. A feed handlereket normál méretű commodity szervereken futtatjuk, amelyekben 2-4 darab 4-10 kóros CPU-k kegyegnek. Ezek teszik lehetővé a magasfokú párhuzamosítást, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket a előbb említett követelményeket kielégítsük. Nemrégiben, néhány évvel ezelőtt végrehajtottunk egy belső hálózati optimalizációt. Ezzel kapcsolatban van néhány információ az oldalon, illetve az oldal alján, erről most külön nem térek ki idő hiányában. A feed handlereket C++-ban írjuk, GCC-vel fordítjuk, erősen kihasználjuk a NUMA architektúra adta lehetőségeket, illetve átszámolunk a sajátosságaival. És hát a párhuzamosításhoz pedig az Intelnek a Trading Building Blocks nevű library-ét használjuk. Sok mindent tudunk párhuzamosítani, én most csak egy példát mondok. Tételezzük föl, hogy van 4 beérkező
UDP csomagunk, amelyekben az M1, M2, M3, az M4, M5, stb. Markedata üzenetek vannak elhelyezve. És egy-egy markedata üzenet az vagy az Intel, vagy a Facebook, vagy a Microsoft, vagy pedig a Cisco részvére hordoz valamilyen információt. És tételezzük föl, hogy van 4 feldolgozó szálunk, hogyan tudjuk ezeket párhuzamosan kipazolni, feldolgozni. Itt van egy megkötés, hogy az egy részvényre beérkező üzeneteket a beérkezés sorrendjében szekvenciálisan dolgozzuk föl. Ez azért szükséges, mert ezek az üzenetek egymásra épülnek. Viszont két részvényt nyugodtan fel tudunk dolgozni egymással párhuzamosan, mivel nincsenek egymással hatással. Tehát ezek után adódik, hogy azt csináljuk, hogy logikailag átrendezzük őket ilyen csoportokba, egy csoportba azok a részvények kerülnek, egy csoportban ugyanazon részvények üzenetei kerülnek időrendi sorrendben, és hát bár egy csoporton belül szekvenciálisan, az egyes csoportokat egymással párhuzamosan a külön töredeken tudjuk feldolgozni. És hát ebben a példában azt láttuk, hogy egy-egy üzenet az egy-egy frissítést tartalmazott az adott az egyes részvényeknek az order bookjára. És végezetül pedig ez az ábra egy ilyen magas forgalomnak kitett párhuzamosított feedrendernek a thread profilját mutatja. Egy-egy visszintes sáv az egy-egy szálnak az aktivitását jelzi az idő függvényében, és ahol ezek a sávok sötétzöldek, ott az aktív szál aktívan dolgozott, ott az adott szál aktívan dolgozott, és hát látjuk, hogy ebben a mérésben az idő legnagyobb részében majdnem az összes szál aktívan dolgozott, ezáltal biztosítva a magas áteresztő képességet a feldolgozásban. És köszönöm szépen a figyelmet! Kérdésem? Igen? Ez tényleg mindenki? Mindenki. Milyen rendszer tényleg mindenki kifejleszt magának, aki mondjuk mennyire komolyan akar foglalkozni tőzsdei kereskedéssel? Létezik egy vendor, akitől mindenki meg tudja lenni ezeket a rendszereket? Ez vegyes. Tehát ugye ez attól függ, hogy mennyit akarunk fizetni egy vendornak azért, hogy kifejleszte. Ugye egy külső vendor, hogyha egy külső vendortól veszünk megoldást, azzal az a baj, hogy nagyon kitesszük magunkat nekik, és hogyha mondjuk ők becsődölnek, akkor ugrott az egész, mert akkor nincs megoldva a support. Ráadásul általában ezek a vendor megoldások nem open source-ok, tehát nem nagyon van belelátásunk abban, hogy ha mondjuk, hát ugye, hogyha tönkre mennek, akkor még csak az sincs, hogy átveszik a kódot, és akkor tovább viszik addig, amíg lenne a saját megoldás. Túl fontos az, hogy... Igen, de egyébként általában vegyes megoldás van, tehát van belsőleg fejlesztett szoftver is, és third party is. Igen? Aztán nézhetett, hogy UDP csomókkal kapcsolatban. Tehát azt jelenti, hogy ha téma egy-egy ilyen stop order elveszik, order után elveszik, akkor elveszett nem foglalkozunk fel? Hát nem egészen így van, itt a tőzsdék különböző megoldásokat alkalmaznak arra, hogy az UDP-nek azt a sajátosságát kiküszöböljük, ugye, hogy megbízhatatlan. Hogyha ugye, tehát az adatokat ők szekvencia számokkal látják el, tehát mi detektálni tudjuk elég hamar, hogyha van egy gap ugye az üzenetek között, és ilyenkor általában két megoldás szokott lenni, vagy az van, hogy a tőzsdék biztosítanak egy TCP kapcsolatot, ami újra lehet kérni ezeket a hiányzó csomagokat, tehát elküldöm a requestet, és ők vagy egy másik multicast csatornán elküldik ezeket a hiányzó csomagokat, vagy pedig TCP kapcsolaton keresztül visszaküldik. Illetve van egy másik megoldás is, hogy van olyan multicast csoport, ahol ők folyamatosan az összes mondjuk részvényre forgalmazzák az adott részvénynek a úgynevezett set snapshotját, tehát az aktuális, tehát az éppen most aktuális állapotát, és azt mi, és azzal együtt adnak egy szekvencia számot is, hogy na most ez az állapot, ez ennek a szekvencia számnak felel meg, mi ezt veszük, és akkor onnantól fogva tudjuk folytatni a további frissítésekről az adott frissítésekről. Igen, ezt elfelejtettem kiemelni. Igen? A backend részen milyen message queuing-ot használtok? Még egyszer? A backend részen milyen message queuing-ot használtok?
Message queuing. Hogy érted azt, hogy message queuing? Tehát, mondom a feedhandre valakinek odaadja az információt, de nem tudom, hogy használt a köztes réteget, de a továbbításra? Van egy köztes réteg, igen, de annak, hát igen, szóval ott, hát van egy, túl sok részletet nem árulhatok el, de van egy réteg, ami úgymond elutolja az információt sok fele, és annak nyilván van egy belső buffer-elése. Okay. És igyekszünk ezt minimálisra csökkenteni, vagy ezt a réteget ki is hagyni, és közvetlenül a kliens szoftverbe betolni az adatot. Utolsó kérdés. A trade-off, a választott jelentsen karbantartatosság között, hogy mi voltak a különbözési bizán szempontok. És úgy értem ezt, hogy a kézvízi az nem a legmagasabb szint, ugye, és a legkorszerű. Mindjárt a más is, de azt mondja, hogy a sebességi szempontból, hogy ezt a GCC ugye tradicionálisan azt használtuk a cégen belül, és hát megpróbálunk ezzel tovább élni. Kipróbáltunk más fordítókat is, tehát például az internet az ICC féle kompányra. Magán a cégjáról, mert a C++-ról beszélünk. A C++ úgy érted, hogy az objektumorientáltság, hogy járva vagy egy ilyen szpíl. Járva az, hogy ebben az esetben most élet a javasló. De ez miért mértétek is? Hát nem, meg sem próbáljuk. Tehát járvában ilyen applikációkat fejleszteni, no chance. Köszönjük szépen a többi kérdés, mert láttam még hát ugye nem tudom, is láttam téged is, Viktor. Sörözés közben. Jó, akkor köszönöm szépen.